A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. 20. alkalommal rendezzük Dombóváron a Vas Albert felolvasó maraton, amely már csak nevében maraton, mert ma csak szombat délutánra korlátoztuk a felolvasást, de a kezdeti időkben, amikor másodszor hirdették meg az országos programot, akkor csatlakoztunk mi először, úgyhogy országosan már ez a 21. felolvasó alkalom, és hát nagyon sok örömteli pillanat fűződik a múltban is ehhez az eseményhez. Én már azt gondolom, hogy ki felé mennék ebből a programból. Nem belefáradtam, azt nem mondanám, de már nagyon sok mindent próbálok letudni vagy leadni, de nagyon-nagyon lelkes segítőim és utódaim is vannak, illetve társaim, mert évek óta együtt szervezzük. Eleinte valóban maraton volt, tehát az országos program szerint pénteken este elkezdtük, éjszaka is ment, és szombaton este országos zárással együtt zártunk mi is. De akkor utána, mivel az éjszaka az elég pangó időszak volt, ezért úgy döntöttünk, hogy szombaton reggel kezdjük, és akkor szombaton este zártuk. Délelőtt általában az általános iskolások jöttek felolvasni, meg a középiskolások, délután a felnőttek zömében, és akkor nagyon megható, szép közös zárással zártuk a napot, de ma már, mint mondtam az előbb, már csak délután itt a Városi Könyvtárban 2-től 6-ig lesz a felolvasó maraton. Többen jelentkeztek a régiek közül is, meg az újak közül is, meg hát közben el is tűntek a szemünk elől emberek, valahogy nem találtuk meg a kapcsolatot velük, úgyhogy remélem, hogy azért tartalmas délután elé nézünk. Meghirdettek egy rajzpályázatot is a gyermekek számára. Úgy gondoltuk, hogy sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb lenne ez az egész rendezvény, hogyha az iskolákat is bevonnánk, és a Vas Albertnek az egyik legszebb művét, a Mese az erdőről, azt hirdettük meg, hogy ehhez a meséhez készítsenek rajzokat, és 4 iskola jelentkezett, minden iskola 20-20 rajzot, tehát az volt a limitált, és minden iskolában 4-4 tanulót jutalmaztunk. 80 diák adta be alkotásait. Helyszüke miatt is, tehát úgy gondoltuk, hogy limitálunk, és akkor azóból választottuk ki a minden iskolából, tehát nem adunk ki helyezetteket, hanem minden iskolából 4-4 tanulót jutalmazunk. Kollégáimmal összejöttünk, és akkor hát többen pontoztunk, és akkor aki a legtöbb pontot kapta, azokat fogjuk a mai napon egy kis apró jelképes ajándékkal jutalmazni. Most már 20 éve megy országosan ez a Vas Albert felolvasónap, és nem is igazán csak országosan, mert magyar lakta vidékeken mindenütt megszervezik. Az elcsatolt területeken, sőt, még az amerikai magyarok között is ez rendszeresen megszervezett irodalmi alkalom. Vas Albert sokáig elhallgatott volt a magyar közönségben, de a rendszerváltás után előhozták a régi jól ismert műveit, amelyek elsősorban Erdélyről, Erdély természetéről, az ott élő emberekről, nemzetiségiekről szól, az emberi értékek és a természeti értékeknek a kibontása, a továbbadása.
Általában 20-30 körüli résztvevő van, ma biztosan többen leszünk, mert ahogy mondta a szervezőtársam, rajzpályázatot is terveztünk idén, ezért sok gyermek, reméljük szülő is részt vesz az alkalmon. Vadszőlős tornász, gémes kút, akác, lágy esti fényben árva kicsi ház, rozog a padlás, bús egyedül,